Feszültség a tanárok között. Rendezni kell a pedagógusok kötelező óraszámának kérdését a pedagógusok szakszervezete szerint. Változtak az utazási szokások. Egyre többen választják azokat a nyaralóhelyeket, amelyeket eddig biztonsági okokból kerültek, így például Egyiptomot és Törökországot. Ünnepi koncert. Kodály Zoltán születésének 135. halálának 50. évfordulójára emlékeztek Nyíregyházán. Rendezni kell a pedagógusok kötelező óraszámának kérdését, mondta a pedagógusok szakszervezetének országos alelnöke egy nyíregyházi értekezleten. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szabó Zsuzsa kiemelte, feszültséget okoz, hogy ugyanannyi fizetést kap az, aki heti 22 órát dolgozik, mint aki 26 órát teljesít. A kitűzött célok mellett elért sikerekről is beszéltek a szakszervezeti ülésen. Az egyik legnagyobb eredménynek azt vélik, hogy azok is kaptak idén januártól béremelést, akiknek nincs pedagógus képesítésük, például az asszisztensek és iskolatitkárok. A pedagógusok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének mintegy 1400 tagja van, közülük 50 titkár tartott Nyíregyházán értekezletet. A találkozón elhangzott, az országos szakszervezet egyik elért célja, hogy azok is kaptak béremelést idén januártól, akiknek nincs pedagógus képesítésük, de segítik a nevelést, oktatást. 9 év után próbáltuk ezt minden évben nem pedagógus állománynak a bérét rendezésre bírni. A kormánnyal kapcsolatosan 2017-re ez megvalósult. A nem pedagógus állomány, nagyon, a szakszervezeti tagjaink között nagyon sok nem pedagógus állomány dolgozó van, dajkák, asszisztensek, iskolatitkárok, és nagyon szerettük volna, hogyha végre rendeződnek a béreik. 17-re ezt 7+3%-ban garantálta a minisztérium, és végre ezt a kollégáink megkapták. Ugyan differenciálna is adhatta az igazgató ezt a 3%-ot, de végeredmény mindenki, a megyében úgy tudjuk, hogy mindenki odaadta a 10%-ot, hiszen régóta nem kaptak, és nekik is bél a bér. Nem csak az elért eredményekről, a kitűzött célokról is szó esett a találkozón. Elhangzott, a szakszervezet ugyan kiharcolta a munkaidő kedvezményt például az osztályfőnököknek és a szakmai munkaközösség vezetőknek, ám azokat sokszor nem tudják érvényesíteni az érintettek. Az idősebb kollégák helyzetén és az óraszámok kérdésében is lenne mit változtatni. Nagyon fontos a 7 évvel a nyugdíj előtt álló kollégák helyzete, ugye az ő minősítésük még mindig nyitva van. Rettentően fontosnak tartjuk az úgynevezett régi nevén, lánykori nevén a kötelező óraszám rendezését. Nagyon sok feszültséget generál bent az intézményekben, hiszen 22 és 26 óra között mozog a pedagógusok óraszáma. Gyakorlatilag ugyanazt a bért kapja az is, aki 22 órában teljesít, mint aki 26 órában. Ezt mindenképpen rendezni kell, ezek a napi nagyon rövid távú céljaink, hogy ezekben a kérdésekben rendet tegyünk. A lépcsőzetes fizetésemelés a pedagógusoknál idén még folytatódik, szeptemberben várható az újabb, a tervezet szerinti utolsó bérnövekedés. Akár 40%-ot is spórolhatnak nyaralásukon azok, akik kihasználják az előfoglalási kedvezményeket. Ebben az évben változtak az úti célok, egyre többen választják azokat a nyaralóhelyeket, amelyeket eddig biztonsági okokból kerültek, így például Egyiptomot és Törökországot. Fontos, hogy az utasok körültekintően hatóságilag is bejegyzett utazási irodáknál foglaljanak, hogy elkerüljék az esetleges kellemetlenségeket. Az utazási szokások ebben az évben pozitívan változtak, a korábbi úti célok, amelyek az elmúlt időszakban háttérbe szorultak, most újra középpontba kerültek az utazni vágyók körében. Így Tunézia, Egyiptom és Törökország is. Az utasok tavaly biztonsági szempontból választottak más nyaralóhelyeket, mint például a Görög-szigeteket, Spanyolországot és Horvátországot. Egyre többen élnek az úgynevezett first minute, vagyis az előfoglalási lehetőséggel. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezek váltják fel a last minute utakat. Nagyon jó előfoglalási kedvezmények vannak, ami gyakorlatilag március 31-éig élnek. Vannak olyan szálláshelyek, ahol 30-40% is lehet az előfoglalási kedvezmény, és amennyiben a kedves utasok last minute utazásokra várnak, úgy mindenféleképpen szólok, hogy a first minute árak, tehát az előfoglalási árak kedvezőbbek, mint amik a last minute utazások árai lesznek.
Az utolsó pillanatra hagyott választást azért sem javasolják, mert általában a gyengébb minőségű szálláshelyek hirdetnek ilyen utakat, tavasszal pedig több út, szállodatípus és kedvezmény közül választhatnak az utasok. Fontos a podgyász és balesetbiztosítás kötése is, távolabbi célország esetében pedig az útlemondási biztosítás. Az út értékétől függően ez általában az utazás árának 5%-ába kerül, viszont ha az utazás betegség miatt hiúsul meg, úgy orvosi igazolás ellenében az utasok visszakapják a befizetett összeget. A magyar piacon több mint 1300 utazás szervező és közvetítő vállalkozás működik. A fogyasztóvédelmi hatóság ezeket folyamatosan ellenőrzi. Azért is fontos, hogy hivatalosan is bejegyzett irodánál foglaljanak az utasok, mert ha valami okból külföldön maradnak, csak ezek az utazási irodák tudják elintézni a hazaszállításukat. A foglalás előtt mindenkinek körültekintőnek kell lenni. Erről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Először is el kell olvasni az utazási szerződést és az általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek megtalálhatók a prospektusnak a hátsó oldalán. Ugyanis ez az a két dokumentum, amibe tételesen le kell fektetni, van egy 2008-as kormányrendelet, ami ezt pontosan szabályozza, hogy mit kell tartalmazni egy utazási szerződésnek, mikor van joga elállni az utasnak, mikor van joga elállni a utazásszervezőnek, utazási irodának, jár-e valami bánatpénz ilyen esetben, vagy a teljes összeget visszakaphatja, milyen költségeket kell tartalmazni az utazási díjnak, mikor kell ezeket megfizetni. Ettől az évtől kezdve már a nagypéntek is szabadnap, így húsvétkor 4 napos lesz a munkaszünet. Ezeken a napokon is többen utaznak majd el. Ilyenkor viszont általában belföldi úti célok közül válogatnak az utasok. Általában azokat a szálláshelyeket keresik, ahol a kültéri programok mellett wellness szolgáltatásokat is biztosítanak számukra. Ünnepi koncert helyszíne volt a Kodály Zoltán általános iskola hangverseny terme vasárnap. Az esten Kodály születésének 135. halálának 50. évfordulójára emlékeztek. A rendezvényen köszöntötték Szabó Dénes karnagyot, aki 70. születésnapja alkalmából az Emberi Erőforrások Miniszterének elismerő oklevelét vehett át Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól. Bár csak egy dal erejéig, de új karnagy vezényelte a Promuzika leánykart a vasárnapi koncerten. Kodály esti dalát ezúttal Hoppál Péter államtitkár dirigálta, aki eredeti foglalkozását tekintve karnagy. A rendezvényen a politikus Balogh Zoltán miniszteri elismerő oklevelét adta át Szabó Dénesnek, ezzel is elismerve a zenepedagógus munkáját. Az államtitkár ünnepi beszédében párhuzamot vont Kodály Zoltán és Szabó Dénes munkássága között. 2017-et Kodály születésének 135. évfordulója alkalmából az UNESCO Kodály évvé nyilvánította. A kormányzat a jubileum kapcsán a zenekultúra fejlesztését célzó programot indít, amelyre 1,5 milliárd forintot fordítanak majd. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kodályi örökséget, ami átszövi a magyar iskolarendszert, ha helyesen állunk az örökségéhez, akkor úgy tekintünk rá, mint erőforrásra, mint egy olyan eszközre, amely az éneklés, a közös éneklés, a többszólamú éneklés, a kodály módszer improvizatív kreativitásra bátorító eszközein keresztül az összes tantárgy elsajátító képességére pozitívan hat. Tehát, ha jól gondolkodunk, a kodály módszer immáron UNESCO világörökségi védettségű kodály módszer helyes hazai interpretációján, akkor elzarándokolunk az ilyen mesterekhez, mint amilyen Szabó Dénes, és a mostani fiatal tanár nemzedék eltanulja a mestertől tanítványként, hogy hogyan kell a gyerekek teljes közösségének élményszerűvé tenni. A hangversenyen az ünnepeltet köszöntötte Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, aki elmondta, Szabó Dénes szakmai sikerei mellett emberségével, lokálpatriotizmusával is példaként szolgál. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, ezüst emlékplakettet adományozott a Liszt-díjas karnagynak.
Köszöntőjében elmondta, a Kantemusz gyermekkar alapítója mindig különös gondot fordított a megyére, a legkisebb településre is elvitte a kórus muzsikát. A kórusok országos tanácsa nevében Berkesi Sándor Karnai mondott köszöntőt, melyben hangsúlyozta, a világhírű kórusban felnevelkedő gyerekek Szabó Dénes lelkiségét viszik tovább. Az ünnepelt úgy érzi, bár 70 esztendős, mégis korai még összegzést készítenie. Számos terve van a jövőre nézve. Én abba bízom, hogy néhány éven belül eredeti elképzelésünkhöz hasonlóan itt mégiscsak létrejön egy hivatásos énekkar, akiknek az életük arról szól, hogy ezt a Kodály örökséget, a Kantemus örökséget most már főállásúképpen ilyen öntudattal végezzék. Az, hogy valaki ott adja a családját és eljön énekelgetni, hosszú távon nem biztos, hogy ez így biztosítható. Az utánpótlás nagyszerű, ez ma este is kiderült, akár a tagokat, akár a karvezetőt tekintve, abszolút megvan. Most rajtunk áll, meg tudjuk-e szervezni azt, hogy itt ez a hát szinte utánozhatatlan színvonal, ez megmaradjon, sőt, akkor tudunk még tovább lépni, hogyha ez egy megfelelő anyagi támogatást élvez, és megkapja azt a lehetőséget, hogy itt fizetett énekesek énekeljenek. A koncert műsorán Kodály Zoltán művei csendültek fel a Kantemusz kórus családtagjainak előadásában a Zuglói Filharmónia zenekarának közreműködésével. Ezer 100 gyermek énekelt együtt a Nyíregyházi Bem József általános iskolában. Az Énekelj a Boldogságért elnevezésű koncertbe hamarosan bepillanthatnak. Előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte első tavaszi győzelmét a Kisvárdam Esztergód. Az NB2-es futballcsapat 2017-ben először játszott hazai körülmények között, és 3-0-ra legyőzte a Kozár Mislenyt. Zsinórban 6. győzelmét szerezheti meg kedden a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B 19. fordulójában a sereghajtó MAFC 2-t fogadják. Ezer 100 gyermek énekelt együtt a Nyíregyházi Bem József általános iskolában. Az Énekelj a Boldogságért elnevezésű koncerttel a boldogság és a zene egészségre és élettartamra gyakorolt pozitív hatására hívták fel a figyelmet. A Bem iskolában Bagdi Bellával és zenekarával énekeltek együtt a fiatalok, akiknek a mindennapokban úgynevezett boldogság órákat is tartanak a pedagógusok. 1100 gyermek érkezett a Bem József általános iskolába, az intézményben és tagintézményeiben tanuló diákok énekeltek közösen a tornateremben Bagdi Bellával és zenekarával. A Bem Nyíregyháza első úgynevezett boldog iskolája, az intézményben boldogságórákat is tartanak, amelyeken a boldogságra való képességet növelő technikákra tanítják a gyermekeket. A boldogság program keretében minden héten egy boldogság órát tartunk a gyerekeknek. Igazából ez a boldogság óra az nem egy konkrét órára vonatkozik. Minden hónapnak megvan a saját témája. Március 20-a a boldogság világnapja. És gyakorlatilag ez egy olyan módszertani dolog, amit megtanulnak a kollégáink és a gyerekeknek átadnak, amellyel boldogabbá tehetjük a gyerekeknek az itt töltött napjait az iskolánkban. Az Énekelj a Boldogságért elnevezésű koncertsorozat Nyíregyházi állomásán a Boldogság Óra program alapítója Bagdi Bella és zenekara énekeltette, mozgatta meg a nyíregyházi diákokat. Ma már komoly kutatási eredmények bizonyítják, hogy a boldogságra való képességünk fejleszthető, és igenis tudatosan elő tudunk hívni magunkból pozitív élményállapotoknak, és ennek megvan a maga technikája, módszertana. Ezt tanulják meg a gyerekek a boldogság órákon, és hát a zene az egy csodálatos eszköz az önfejlődésre. Ezt már Kodály Zoltán is megmondta, hogy a zene egy lehetőség, hogy önmagunkat megismerjük, és hát a pozitív zene meg abban segít, hogy ezeket a pozitív érzéseket elő tudjuk hívni magunkból, hiszen a zene a limbikus rendszerre hat, ami az érzelmeinkért felelős, és hát itt fergeteges a hangulat, lehet látni, hogy a zene azonnal lázba hozza az embereket, a gyerekeket, a felnőtteket egyaránt, mosolygósak, derültek, fölszabadultak lesznek tőle. Én egy pozitív, pozitív,
Az Énekelj a Boldogságért elnevezésű koncerttel a boldogság és a zene egészségre és élettartamra gyakorolt pozitív hatására hívták fel a figyelmet az éneklők. Megszerezte első tavaszi győzelmét a Kisvárda Masztergúd. Az NB2-es futballcsapat 2017-ben először játszott hazai körülmények között, és 3-0-ra győzte le a Kozár Michelint. A megszerzett 3 ponttal a mezőny többi csapatához képest egy meccsel kevesebbet játszva, a Kisvárda felkapaszkodott a tabella 5. helyére. A Soroksár és a Puskás Akadémia, tehát a feljutó helyen álló csapatok otthonában elszenvedett egyaránt 1-0-ás vereségek után első tavaszi győzelmére készült a Kozár Michelin ellen a kisvárdai csapat, amely vasárnap délután magabiztosan tartotta otthon a 3 pontot. A fölényben játszó hazaiak első gólját Horváth Zoltán szerezte, miután Ivancsics Alex előreívelt labdáját és Gosztonyi András csúsztatását követően a kapust megelőzve emelt a kapuba az első fél óra végén. A második kisvárdai gólra az 59. percig kellett várni, akkor formás akciót követően Cseri Tamás középre passzolt labdájából Olá Gergő talált a kapuba. A számára kedvező eredményt a hosszabbításig őrizte a Kisvárda, amikor Talabér Attila jobboldali szögletét követően Vári Barnabás a lécre bombázott, az onnan levágódó labda pedig a Kozár Michelin védőjéről, Gubacsi Zoltánról pattant a hálóba. Így alakult ki a 3-0-ás végeredmény, amelyet Révész Attila szakmai igazgató igazságosnak tartott. Ezen a mérkőzésen nagyon nagy helyzetekről nem beszélhetünk. Az ellenfélnek volt egy az elején, amit mi adtunk el hátul. Éppen az a szituáció, amit korábban megbeszéltünk, hogy nem játszunk, mert nagyon nehéz átvenni a labdát, nagyon nehéz fölvenni a középpályán. És ebből eljöttek, de a támadó is se tudta átvenni, mert neki is ugyanolyan nehéz volt. Viszont a mieink, azok én azt gondolom, hogy egyértelműen kijátszott lehetőségek voltak, és a héten, amiket gyakoroltunk, játékelemeket, játékhelyzeteket, azok most visszaköszöntek, és sikerült is eredményesek lenni belőle. A kiesés ellen küzdő Kozár Michelinnél a tavaszi rajt előtt váltottak. Szanyó Károly vezetőedzővel az eltelt 4 forduló során a mostani volt a csapat 3. veresége. A korábbi újpesti futballista sem vonta kétségbe a hazaiak győzelmének jogosságát. Ja, számszerűleg nem is, de úgy gondolom, hogy a hazai csapat megérdemelten győzött. Bár kíváncsi lettem volna, hogyha az az első gól, ami én megítélésem szerint egy ajándék volt részünkről, a Kisvárdának nem történik meg, akkor a második félidő hogy alakult volna. Ugye futballban nincs ha, az a gól az megesett, próbáltunk utána támadólag fellépni, próbáltunk kozmetikázni az eredményt, esetleg pontot menteni. Az első félidőben nem éreztem azt, hogy a két csapat között 10-12 hely lenne a tabellán, viszont a második félidőben szép lassan felőrült minket a Kisvárda, és őszintén bevallom, hogy megérdemelten tartotta itt a 3 pontot. A 24. forduló további eredményei a következők voltak. Siófok Nyíregyháza Spartakusz 0-1, Szeol SC Soroksár 0-1, Cigánd Budaörs 1-1, Vác Cegléd 1-0, Moson-Magyaróvár Dorog 0-4, Békés Csaba Szolnok 0-2, Csákvár Balmazújváros 1-2, Zalaegerszeg Szeged 2011 0-0, Soproni VSE Puskás Akadémia 0-2. A tabella élén a Soroksár áll, megelőzve a hozzá hasonlóan 48 ponttal rendelkező Puskás Akadémiát. A Kisvárda 38 ponttal az 5., csütörtöki hazai ellenfele, a Soproni VSE a 12. A Nyíregyháza Spartakusz 35 ponttal a 10. helyezést foglalja el. Zsinórban 6. győzelmét szerezheti meg kedden a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B 19. fordulójában a sereghajtó Mavc 2-t fogadják. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A két csapat helyezését és formáját tekintve magasan a hazai együttes a mérkőzés esélyese. A kék cápák ősszel a fővárosban is 22 ponttal nyertek, és eddig összesen 12 győzelmet gyűjtöttek a bajnokságban. A MASZ második csapata 4 sikerrel az utolsó, 12. helyen áll az NB1B keleti csoportjában. Ettől függetlenül Sitko Ernő szakmai igazgató a játékosokat inti attól, hogy előre lefutottnak tartsák a mérkőzést. Ha így fogjuk fel a mérkőzést, hogy felkészülési mérkőzés, akkor nagyon nehéz
nehéz dolgunk lesz. Ugyanolyan mérkőzés, mint bármelyik más. A MAFS-nak vannak jó játékosai, van egy NB1 A-csoportos csapatuk, akik közül sok játékos tudnak szerepeltetni a B-csoportban is. Nem tudjuk pontosan, hogy melyik lesz az a felállás, amivel érkezik hozzánk a MAFS, és nekünk nem szabad hibázni, nagyon kell ez a győzelem is, ahhoz, hogy esetleg előrébb tudjunk lépni majd a tabellán. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint úgy készülnek a sereghajtó ellen is, mintha zélovast fogadnák. Úgy gondolom, hogy minden meccset kellő komolysággal kell lejátszanunk. Az, hogy a MAFS-nál ilyen előnyt tudtunk kihajtani, és úgymond könnyen mérkőzést tudtunk játszani, az nem azt jelenti, hogy ez a mérkőzés is ilyen lesz. Természetesen nem olyan erős ellenfelek, mint például a Hódmezővásárhely, vagy a MAFS, akik utána fognak érkezni, de megpróbálunk komolyan készülni rájuk, és már a meccs elején eldönteni a mérkőzést. Amennyiben a mérkőzés a hazaiak várakozása szerint alakul, ismét sok lehetőséghez juthatnak majd a fiatal nyíregyházi kosarasok. Ha volt lehetőség rá, akkor az eddigi szakaszban is megkapták a lehetőséget, és egy picit beszélnék arról is, hogy talán nem mindenki úgy értékeli ezt a fiataloknak való játék lehetőségét, mint ahogyan kellene. Egy példát mondanék, az U16-os válogatott és most már U18-as válogatott játékos Debrecenben a múlt héten mutatkozhatott be 1-2 percre, és teleposztolta a Facebookot, és mindenhol arról beszél, hogy végre bemutatkozhatott. Nálunk ez nem újdonság, nálunk már nagyon sokszor játszottak azok a fiatalok, akik az U18-as csapatnak a tagjai, illetve a Honvéd színeiben is van egy erős U18-as csapatuk, senki nem játszik az NB1-B csoportos csapatban. Mi teljesen más utat járunk, én örülnék annak, hogyha minél többet tudnának játszani a fiatalok, és annak is örülnék, hogyha ezt a csapat körül lévő emberek olyan úgy kezelnék, ahogyan azt kell. A Nyíregyháza Blue Sharks MAFS 2 mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig csütörtökön 20 óra 25 perctől láthatják a találkozót. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Rendezni kell a pedagógusok kötelező óraszámának kérdését, mondta a pedagógusok szakszervezetének országos alelnöke egy nyíregyházi értekezleten. Szabó Zsuzsa kiemelte, feszültséget okoz, hogy ugyanannyi fizetést kap az, aki heti 22 órát dolgozik, mint aki 26 órát teljesít. Akár 40%-ot is spórolhatnak nyaralásukon azok, akik kihasználják az előfoglalási kedvezményeket. Ebben az évben változtak az úti célok. Egyre többen választják azokat a nyaralóhelyeket, amelyeket eddig biztonsági okokból kerültek, így például Egyiptomot és Törökországot. Ünnepi koncert helyszíne volt a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenyterme vasárnap. Az esten Kodály születésének 135. halálának 50. évfordulójára emlékeztek. A rendezvényen köszöntötték Szabó Dénes Karnagyot, aki 70. születésnapja alkalmából az Emberi Erőforrások Miniszterének elismerő oklevelét vehette át Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól. A Kölcsey Televízió híradóját látták március 13-án hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Egy anticiklon peremén főleg a Kárpát-medence keleti területeit érinti egy magassági hideg légörvény, változó nedvesség tartalmú 1-2 fokkal hidegebb levegő áramlik térségünk fölé, de a maximum hőmérséklet így is meghaladja kissé a sok évi átlagot. Az éjjel változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, az északi szél helyenként megélénkül, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többször megnövekszik a felhőzet, de általában hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Néhol előfordulhat záporeső, az északi szél időnként megélénkül, délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Szerdán átvonul felettünk egy nedves léghullám, megnövekszik, majd estétől csökken a felhőzet. Csütörtökön sok napsütés, száraz idő várható, a hétvégén pedig változékonyabb időre van kilátás, megnövekvő felhőzettel, több helyütt esővel.
Az éjszakai órákban helyenként még kevéssel fagypont alá süllyed a hőmérséklet 1-2 fokkal erősödik, majd átmenetileg kissé gyengül a nappali felmelegedés.